Ezzel a dupla kezes, csavarásos, glü-glü kombóval elkezdődött az év utolsó YouTube drámája. Nem tudom, hogy így virtuálisan mennyire jött át, de Fóki Csopi Ádám és köztem van némi világnézetbeli surlódás. Nem kér ezt a dolgot lezárni, megoldani? Mi lesz most, a háború folytatódik? Jó, ez azért még Erzsihez képest is erős túlzás volt, mert valójában... Nyilván a Varga Ádámmal tök jó havarok vagyunk élőben. Ebben úgy kb. Egyetértünk, de sajnálom, hogy a személyes találkozó hiánya miatt ezt sohasem tudtuk átültetni mondjuk a gyakorlatba. Pedig, ahogyan másik Ádám is fogalmazott... Varga Ádám, jó fej! De akárhonnan is nézzük, megkaptam az előre borítékolható reakció videót, ami igazából egész jól sikerült. Kellemeset csalódtam, és ehhez mérten szeretnék én is visszareagálni a visszareagálásra. Generálok már Fóki Csopi Ádámnak egy kis nézettséget. Ki fogom írni, hogy mi a szarkazmus és mi nem az, mert a crossoverek miatt olyanok botlottak a csatornámba, akik Sheldoni mélységekben tartják az irónia érzéküket. Na, de nézzük, ahogyan azt nézem, ahogyan Ádám reagál a videómra, amiben azt nézi, ahogyan én nézem őt. Ez egy paródia lesz, mi? Na, ő legalább rögtön levágtak sok száz kommentelővel ellentétben. Szeretem, amikor az emberek nem vesznek mindent olyan, nem tudom, véresen komolyan. Bárcsak én is ilyen energikus lennék, mint hogy a Varga Ádám most előadott engem. Hát mondjuk azt én sem bánnám. Akkor talán nem kellene 55 perces videókat végignéznem, mondjuk. Európai Unió önök mögött, ott ülnek az elvtársaik, azon dolgoznak. Hát legalább... Semmi? Komolyan semmi? Ott szól Orbán Viktor beszéde a fülesemben, ettől jobban már nem tudok provokálni. Reagálj már valamit! Tudatosan alkalmazom ezt a stílust. Ádám a vágási stílusra utal. Mellesleg nekem is bejön így, ahogyan visszanéztem a saját videómat. Annyi, hogy én ezt picit pörgősebb beszédtempóval párosítanám, de ez már tényleg ízlés kérdése. Azt mondjátok, hogy ripaskodás, én azt mondom, hogy paródia, és tartalmi kritika mellé stílus paródiát is kapunk, én azt mondom, hogy content a javából. Na, ez a jó hozzáállás, de most őszintén szarkazmus nélkül. Hogy nem ott van egy Fidesz plakát náluk? Kikérem magamnak. Ez a saját fideszes plakátom. Azt én kukáztam. Annak a plakátnak története van, de csak egy személyes találkozó alkalmával tudom elmesélni. És adnak rá valamennyi pénzt, azzal valamennyire támogatják a csatornát is, hisz egy csomó videó az Pesti TV-s adásokból van. Szóval ez már egy boost például. Nem, ez tévedés. Videókat készítettem, emiatt felkínáltak egy munkalehetőséget, és az amúgy is elkészülő videókat viszem be a tévébe. Nem a műsorhoz készül a videó, hanem fordítva. Nem néznek titeket, de pénz az keci sok van ott. Amúgy azt szóltam, hogy az sincs sajnos. Én elhiszem, hogy jó érzés ezt mondogatni, csak kár, hogy nem igaz. Annyira, hogy már a 444 sem meri leírni. Hogy a jobboldali csak politikáról szóló tartalmaknál úgy látszik, hogy itt egyelőre ez a felső határ a YouTube-on. Nem, pontosítsunk, a magyar YouTube-on. Mellesleg örömmel konstatálom, hogy a híresztelésekkel ellentétben nincs jobboldali média túlsúly. De ugye a fiatalok így talán bevallhatjuk, hogy nem így a tévére vannak rátapadva. Na jó, ez például helyel közel jogos, de sosem volt célkitűzés vagy elvárás csak a fiatalok megszólítása. Azt mondta, csak az ő részéről fog beszélni. Azt mondtam, hogy igyekezni fogok, és tényleg igyekeztem is. Független vlogger is mondta már, hogy nem politizál, erre meg tessék. Van egy Pesti TV-n egy műsorod, aminek egy csomó videója ide felkerül. Mondom, fordítva. Ez most ez a miért kell ezen is megsértődni? Akkora lipsik ezek a Ferrari-t meg a megafonosok, hogy nem győznek megsértődni mindenen. Miért kell mindennel megsértődni? Mi az, hogy megsértődni? Miért te sértődésből reagáltál? Na látod. Szóval ez a különbség valamennyire a propaganda között. Egyfelől nekem a videóim nagy része nem is politikával foglalkozik, de én ugyanúgy a baloldalt is rengeteget kritizáltam, és csomószor egyetértettem Fidesz dolgokkal. Nem, ez maga a propaganda. Mint tudod, amikor a híres színészek, akik évekig színészkednek, rajongókat toboroznak, majd a megfelelő pillanatban belengetnek egy politikai irányt. Ez a különbség a propaganda és a politikai tartalom között. Én vállaltan jobboldali politikai tartalmat készítek. Nincsen zsákba macska. De hogyha én úgy látom, hogy a Márki-Zay megnyeri, és aztán balfasságokat csinálok, arról ugyanúgy videót fogok csinálni. Muszáj megvárni, amíg egy országnyi felelősséggel csinál balfasságokat. Mi lenne, ha még azelőtt kritizálnál? Az alapján, amiket ígér, vagy például amiket látunk, amiket tesz például. De korrupcióba belebukik egy fideszes, arra ez nincs semmi. Na ez konkrétan hazugság. Google, Pesti srácok, Völner, megtalálod.
ellenben én személyesen nem foglalkoztam vele, ahogyan azzal sem, hogy Karácsonyék el akarják adni a Városházát, az elkurtukról sem beszéltem, és Márki-Zajos videóm sincs még. Miért nem a korrupciós ügyeket hozzák heti szinten, mert biztos ott is lehetne? Hetente jön ki új botrány a Városházáról, az nem elég korrupció? Völner lebukott, lemondott, nálunk ennek van következménye. A bal oldalon mikor volt ilyen utoljára? Nekem aztán nagyon nehéz kritikusan gondolkozni. Köszönöm. Mindenképp azt akartam, hogy Pesti tévés propagandista kioktasson a kritikus gondolkozásba. Ez most ez a méke, ezen is megsértődni. Nem győznek megsértődni mindenen. Na jó. Ma jó fej leszek, ezért kifejtem. Ez nem egy lehülyézés volt, de mindkét oldal ismerete szükséges a kritikus gondolkodáshoz. Azt érzem, hogy másik Ádám sok jobb oldal által felkapott hírrel nem igazán találkozik, nem ismeri őket. És a nagy hatalom nagy felelősséggel is jár, ahogy a Pókemberben mondták. Sok emberhez eljut a szava, fél információt nem lehet azzal letudni, hogy hát ez csak egy vélemény, nem hivatalosan, csak szerintem. Nagyon szomorú lenne, hogyha csak a pártkatonák politizálhatnának. Gulyás Marci tárgyi tudását például sosem vonnám kétségbe. Minden mást igen, de a tudását pont nem. Ezen most nem kell besértődni. Hogy szavazhatsz anélkül, hogy véleményed lenne? Beszélgettem egy barátommal, aki azt mondta, hogy szerinte a szavazás előtt egy minden párt által jóváhagyott, rövid tesztet kellene kitölteni a szavazóknak, hogy aki mondjuk, nem tudom, zárcsökkentést akar, az ne szavazhasson. Ezen azért úgy elgondolkodik az ember. Ádám, jó, jobban vagyunk ehhez. Nem baj, holnap persze sörözésre majd megbesz. Jó, hát rajtam nem újjon. Ez egy zseniális gondolkozása volt a Fidesznek. Kétharmaddal kormányzunk. Mi lenne, ha ami eddig lopásnak számított, azt valami úton, módon legális lenne. Ehhez nem kell kétharmad. Lásd a Városházagétát. Amúgy meg, ha tudomásod van ilyen törvényről, eltűnt pénzekről, akkor jelezd felém, és együtt megyünk be a rendőrségre, és én aláírom a feljelentést. Hogy te tud megvenni? Hát tudod, ez a balfasság. A balosok csak tervezik a szétlopást, a fideszesek azok meg olajozott gépezetet építettek ki rá. Ezek még lopni sem tudnak, te meg rájuk bíznál egy országot. Amúgy meg miféle kritikai gondolkodás az, hogy itt van feketén-fehéren egy korrupciós ügy, Ádám meg ebből is fideszezést hoz ki. A Fidesz tud kormányozni, kurva jó szervezet, szóval ilyen szinten például, hogyha mondjuk a baloldali összefogás kerül hatalomra, akkor ezt a szervezettséget, ezt félek, hogy nem lesznek ilyen szervezetek, pedig egy ország irányításához azért szervezetnek kell lenni. Na, úgy látom, megvan az első közös pont. Jeszenszky végig káromkodja az adásait, amin ott ül a Varga Ádám, és neki valahogy nem rója fel sose. A káromkodás egy spektrum. Vannak szintek. Amúgy meg örülök, hogy figyelemmel kíséred a munkánkat. Hashtag senki nem néz minket. Bezzek, hogyha Jeszenszky lenne, akkor még le is nyalogatnád azt a bimbit. Mutatom, hogy mit csinálnék azzal a bimbivel. Na jó, ez természetesen csak poén. Haladjunk tovább. A fogyasztókra. Itt egy fontos mondat kimaradt. Biztos véletlenül vágta ki, pont a videó közepéről. Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. De most már kezdem unni, szóval ugorjunk. Nekem oda van írva mindig a számlákra, hogy mennyi spóroltam a rezsicsökkentéssel, nem tudom, egy évtized alatt. De annyira nem vagyok elájulva. Jól értem, Márki-Zay eltörölni a rezsicsökkentést, amit amúgy ő is és Hódmezővásárhely önkormányzata is használ, de Ádám erre nem reagál. Cserébe támogatja Márki-Zayt, mert a Fidesz nem csökkentette eléggé az ő rezsét. Logikus. Jaj, Varga, nem így kell cringe-elni, így kell... Így, túl kell játszani. Na hát a végén még tanulok is valamit. Nehogy azt mondta, hogy az a öreg nyugdíjas, az... Iróniából írja, mert lefordulok erről a székről, amin nem ülök éppen. Pedig de, mert még egy több ezres tüntetés is volt Niedermüller ellen, mikor ezt mondta. Erről kb. Csak az nem tud a jobb oldalon, aki egy kő alatt élt. Ez is kamu. Fú, kamu. Nem. Mi a kamu? Nem mondom, azért ügyes trükk. Mi a kamu? De kamu az egész. Ha. De mi? Ne vágj már a szavamba, na. Független az nem azt jelenti, hogy nincs véleményem, vagy nem húz a szívem egyik irányba. Például most Márki-Zay irányába jobban húz a szívem, mint Orbán Viktor irányába. Ja, jó, hát akkor ilyen alapon én is független videós vagyok. És ezekre érnek rá reagálni, én meg csak itt a szobámból csinálgatom a videókat, és ez olyan szerintem vicces. Ne beszéljünk már inkább arról, hogy ki mire ér rá, mert nekem az előkészületek nem tartanak addig, mint Ádám videói. Nulla oka lenne, hogy én nekem ennyire adjanak a
véleményemre, meg a videóimra, de mégis egy ekkora óriási gépezet nem tudja szó nélkül hagyni, ez engem kurvára szórakoztat. Na, én vagyok a gépezet, meg a gépezet. Ez nem hogy a központi narratívától, de még a Pesti TV-től is független, saját tartalom. De amúgy már itt szólnak nekem, hogy túlságosan önállóan dolgozom, szóval ezzel le is zárnám. A legjobb videód, amit szerintem, amiben engem utánzol. Lehet, hogy erre a fiatalos stílusra kéne váltani. Hát például innen is meg lehet fogni. Lehet, hogy megtartom ezt az egykamerás formátumot, meg a dinamikát, de az utánzás az annyira azért nem megy. Na, mindegy, ez a videó egyre békésebbre sikerült, mint az előző, de ettől még várom a fókákat, akik jönnek diszlájkolni, meg csúnya kommenteket írni, ami igazából nekem csak nézettséget hoz. Titeket, mármint a saját közönségemet, meg arra kérlek, hogy ne, ismétlem, ne menjetek át csúnyákat írogatni, diszlájkolgatni, mi nem raidelünk. Helyette nyomjatok egy gigalájkot erre a videóra. Lehet, hogy a fókák többen vannak, de ti sokkal aktívabbak vagytok, sokkal szervezettebbek és kitartóbbak, mint néhány raider. Ti vagytok a 300 spártai. De már itt van a karácsony, békesség, szeretet. Én ugyanúgy szeretem Varga Ádámot, mint a megafonosokat, sőt a Varga Ádámot egyre jobban. Amúgy meg én tökre adnám, ha egyszer tényleg találkoznánk. Mondjuk politikailag határozott véleményem van másik Ádámról, de nem tartom őt egy rosszindulatú szarembernek. Lehet, hogy neki van igaza is. Valami összeköt minket. És én tudom is, hogy mi az. Nem, egyikünk sem meleg, csak poén volt, ha valaki esetleg nem érteni az iróniát. Like, comment, subscribe, meg minden nap. Csá! We'll be right back.